Borzasztó nagy öröm volt a számomra a kortársaimnak, a pályatársaimnak a munkáival dolgozni. Ez egy nem csak, én nem tekintettem kihívásnak, és azért mondom ezt, hogy nem kihívás volt, hanem 100%-ban egy élmény alakú, öröm alakú munka, nem is munka, egy hatalmas kaland és egy nagy szórakozás. Nagyon izgalmas volt Józsival együtt dolgozni, aki képzőművészként kurálta ezt a kiállítást. Az a fajta megközelítés, ahogy ő hozzáállt ehhez az egész kiállításhoz, mert nagyon sok olyan művész is képbe került, aki úgy nem jut minden nap kiállítási lehetőséghez. Nagy köszönet annak a 249 képzőművésznek, akik megtöltötték a műcsarnok tereit a közel 360 alkotásukkal. Ebben az összetételben ezek a munkák már többé nem lesznek láthatóak így együtt. A kiállítás bezárása után tehát ez a tárlat a maga egyediségével is rámutat az életünk egyik alaplényegére, az egyediségre, a megismételhetetlenségre. Köszönöm szépen a képzőművészeknek, mindannyiótoknak, egyenként, hogy elhoztátok műveiteket a kiállításra. Nagyon szépen megköszönöm Szegő Györgynek, a műcsarnok igazgatójának, hogy felkért a kurátori teendők ellátására. Köszönöm a műcsarnoknak és fenntartójának, hogy minden nehézség ellenére kitartott a kiállítás megvalósítása mellett és támogatta azt. Köszönet illeti mindazokat, akik hittek abban, hogy érdemes manapság egy képzőművész által válogatott kurátori szalonkiállítást tető alá hozni. Köszönöm mindazok biztatását, akik hittek az egész projekt sikerében és bíztak benne. Utolsó 7 évben a nemzeti szalonok látogatók száma 18 ezer és 28 ezer között volt, ami kortárs művészeti látnivalókhoz képest fantasztikus siker.